még 250 milliót ad Orbán a kanadai magyar reformátusoknak. 250 millió forintot küld a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül Torontóba. Egy magyar diaszpóra missziós központ létrehozására. Írta meg a Népszava a keddi magyar közlönyre hivatkozva. A lap felidézi. Az Orbán kormány még tavaly ígért oda 500 millió forintot. A torontói első magyar református egyháznak a missziós központ felépítésére. Ennek a tételnek az első feléről már akkor rendelkeztek. Az összeg második felét pedig most indítják útnak. A hozzávetőleg 200 főt számláló gyülekezetet korábban Balogh Zoltán emmi miniszter. És Hoppál Péter volt kulturális államtitkár is felkereste. A vizitekről a Facebookra feltöltött akkori képek tanúskodnak.